nem gondolom, hogy a megyében biztos nincs olyan ember, aki ne ismerné a Grammaticus nyelviskolának legalább magát, a nevét. Most Szabó Anna Mária, a Grammaticus nyelviskola ügyvezetője, vezetője segít nekünk egy kicsit jobban megismerni, hogy milyen képzések zajlanak náluk. Szervusz, Anna Mari! Szervusz! Hát elsősorban angol és német nyelvi képzéseikben vagyunk erősek, illetve most azt gondolom, hogy felerősödtek az orosz képzéseink is, megnövekedett a kereslet, mind a cégek, mind a magánszemélyek részéről. Gyakorlatilag kezdőtől egészen felső fokig vállaljuk angol-német nyelvből a felkészítést. Oroszból most a jelenlegi igényekhez alkalmazkodva leginkább kezdő és középhaladó szinten oktatunk. Nagyon régóta a piacon vagytok, szerintem mondhatom azt, hogy a kezdetektől, mint nyelvoktató cég. Hát gyakorlatilag 2000-ben alapítottuk az iskolát, 2000 májusában, illetve akkor még az elődeink, és azóta töretlenül a piacon igyekszünk megmaradni és színvonalas nyelvoktatást biztosítani. Hogy lehet hozzátok csatlakozni, bármikor, vagy vannak meghatározott időpontok? A tanfolyam indulásakor a legegyszerűbb, de természetesen, ha valaki később kapcsol, akkor erre is van lehetőség, hiszen egy szintfelmérő kitöltésével már is meg tudjuk állapítani, hogy körülbelül milyen az előzetes nyelvismeret, és adott esetben, ha van éppen olyan szinten álló csoportunk, akkor lehet csatlakozni. Tanárokról, oktatókról mit lehet tudni, mit érdemes kell? Hát közel 20 fős tanári tímmel dolgozunk együtt, azt mondhatom, hogy most már lassan 2 évtizede állandó csapattal, többen vannak, akik tényleg a kezdetek óta nálunk dolgoznak és segítik az eredményes munkánkat. Egy nagyon rugalmas, fiatalos csapatunk van. Nekem öröm végigmenni a folyosón, amikor több helyen zajlanak az órák, mert azt hallom, hogy mindenhonnan a nevetés, a jó hangulat szűrődik ki. Részemről, ha így kellene nyelvet tanulni, akkor biztos, hogy örömmel mennék. És hát ugye követitek is, és talán diktáljátok is a nyelvoktatási trendeket, mert hogy ma már nem igazán a könyvszagú nyelvoktatás a jellemző. Nálatok meg aztán pláne nem. Hát leginkább azt gondolom, hogy kiemelt fontosságú a kommunikáció központú oktatás. 21. században élünk, rengeteget utazunk, lehetőségünk van gyakorolni is a nyelvet, adott esetben akár a televíziót nézve, filmeket, anyanyelvi filmeket nézve, és ha külföldre látogatunk, hát hihetetlen nagy szerepet kap az idegen nyelvtudás. Pont ebből adódóan talán növekszik az a tendencia, hogy megjelennek az idősebbek is, és az érettebbek, inkább így mondom, akik csak azért, mert tudják, hogy utazni fognak akár nyugdíjasként, vagy a gyermekük, unokájuk külföldön él, és szeretnének bizonyítani, így lehet frissnek maradni. És hát ugye itt a motiváció is, tehát ha valaki hozzátok jelentkezik, ő már aztán igazán motivált a nyelvtanulásban. Ez a tapasztalat? Igen. Alapvetően igen. Tehát amíg nem a szülő iskolázza be, hanem saját döntéséből jelenik meg nálunk, akár a fiatalabb vagy a középkorosztály is, onnantól kezdve azt gondolom, hogy a motiváció egyértelmű. És hát ugye, ha jól tudom, akkor foglalkoztatási támogatással is lehet majd hozzátok jelentkezni? Igen, december 11-én, vagy 12-én, tehát december elején indul a képzés a foglalkoztatási hivatal szervezésében. Ezek támogatott képzések, érdemes a helyi foglalkoztatási hivatalban erről információt kérni. Egy alkalmassági vizsgára kell majd készülni, ami természetesen nem nyelvi szint felmérő, hiszen egy 600 órás képzés teljesen nulláról indul, nem szükséges angol nyelvismeret, viszont az alapvető kompetenciákat mérnünk kell, tehát írás, olvasás, szövegértés. Azt gondolom, hogy akinek van már bármiféle szakképzettsége is, ez követelmény a programba való bekapcsolódáshoz, biztos, hogy megállja a helyét az alkalmassági vizsgán. A nyelvórák időpontjait, a képzéseket úgy próbáljátok összeállítani, hogy munka mellett, iskola mellett is egy nagyon, nagyon rugalmas időbeosztást sikerül kialakítani? Természetesen igyekszünk a sok éves tapasztalatra támaszkodva. Tehát általában 4 óra után indul a képzéseink nagy része, természetesen péntek délután kicsit korábban, illetve szombaton is vannak tanfolyamaink. Ezen kívül pedig, mivel megnövekedett az igény az otthon tevékenykedők, akár kismama gyedengyesen lévők, tehát délelőtti kurzusokat is hirdetünk. És hát szeretnék egy kicsit visszakanyarodni a kezdetekhez. Említetted, hogy 2000-ben indultatok. Milyen indítatás volt ez számodra, hogy megalakítsd vagy létrehozd a nyelviskolát? És aztán hogy volt ez az út? Ez nem lehetett egy egyszerű dolog anno?
Hát az alapítás sajnos nem az én nevemhez, vagy nem a mi nevünkhöz fűződik. Mi 2006-ban vásároltuk meg az iskolát, az elődeink alapították 2000-ben. Én 2003-tól tanítottam az iskolában olasz nyelvet, és aztán jött ez a lehetőség, hogy megvásárolhattuk az iskolát. Akkor nekem néhány hónapos volt a kislányom, aki gyakorlatilag ebbe már belenőtt, ebbe a nyelviskolásdiba. A motiváció szerintem egyértelmű volt. Mindenképpen a piac szükségessé tette azt, hogy plusz lehetőséget biztosítsunk az embereknek, hiszen azért mindannyian tudjuk, hogy volt egy olyan időszak, amikor korlátozott lehetőségek voltak a nyelvtanulás területén, és kitárult a világ gyakorlatilag. Tehát a 2000-es évek elején azt gondolom, hogy rengeteg lehetőség adódott nyelvet tanulni, tanítani. És hát a nyárnálatok két egy másokból is különleges, mert nem éppen nyaralással és pihenéssel telik, hanem dömpinggel. Tehát amikor mondjuk az embereknek lehet, hogy a szabadságukat töltenék, akkor elmehetnek a nyelviskolába is képezni magukat, mert hogy ti ott vagytok. Ez így van, ez is már egy sok éves tapasztalatra épül. Leginkább a középiskolások, illetve a pedagógusok szoktak élni ezzel a lehetőséggel, hiszen nyáron intenzív tanfolyamokat tartunk, ahol adott esetben 4 hét alatt egy teljes szintet lehet fejlődni. És ha valaki 4 hétig tényleg oda teszi magát, akkor ez egy nagyon-nagyon eredményes fejlődést fog mutatni. Leginkább nyelvvizsgára készülők szoktak élni ezzel a lehetőséggel, vagy azok, akik úgy döntenek, hogy nyaralni megyünk, és szükségem van arra, hogy meg tudjak szólalni 4 hét alatt. Tényleg egy nagyon-nagyon jól használható nyelvtudásra tesznek szert, de hozzá kell tegyem azt is, hogy munkát igényel, tehát a délelőtti tanórák után bizony otthon még legalább annyit kell készülni. Nyelvvizsgák megszerzésében mennyire tudtok segíteni? Azon kívül, hogy tanítotok. Hát igyekszünk nagyon-nagyon komplex, széleskörű felkészítést biztosítani mindenkinek, aki jelentkezik. A nyelvvizsgák tekintetében is igyekszünk, nem szeretnék előre semmit mondani, de remélem, hogy néhány héten belül valami újdonsággal tudunk majd előrukkolni.